Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, ez pedig a Minden a Misőr. A mai műsorban egy igazi különlegességet fogok nektek tesztelni minden tekintetben, ez pedig nem más, mint a Monyó Sörfőzdének az Anubis nevezeti söre, így néz ki a címkéje. Maga Anubis látható rajta. Ugye ez egy 7,5 deciliteres, hát pezsgős üveg, parafadugóval, minden, ami csak a belga sörökre jellemző, ez a stílus, a legnívósabb söröket szokták ilyen kiszerelésben csomagolni. Akkor az összetevője, az a neve a hivatalosan sörnek, hogy Bragot típusú hibrid erjesztésű sör, összetevő ivóvíz, általmalát, ami Bohemian Pilsner Karahel, Komlómi Magnum és Challenger, vad dohány méz, arany mazsola, sáfrány, olasz rizling szőlőlé, pezsgő élesztő, sör élesztő. Nagyon durva az összetétele, komolyan mondom, még soha nem találkoztam. Nem közel, hogy vannak olyan belga sörök, amiben vannak ilyenek, de azok nincsenek megosztva, de ez így ideig nagyon durva, nézzetek meg, remélem azért látszik a kamerában, hogy iszonyatos méretű darabok úszkálnak a sörben. Anyag az biztos, hogy van benne, nem sajnálták belőle szerencsére. 9,2%-os alkoholtartalma, a keserűsége 10-es, a szín az 6-os, és a szárazanyagtartalma pedig 21%, kérem szépen. Ezt most lerakom és így fogom kibontani. Lefogom a tetét, hogy kilőjek valamit. Mondja, a koronazár az ugye nincsen most, hanem a parafadugói van belefogatva, mint a pezsgőknél. Hát, nincs fölöttem semmi, azt nézem, hogy felmegy a szomszédhoz, az meg visszaküld egy kis jó kívánság kíséretében. Na, buksi, nyílj el. Aha. Na, jó rátette a rend a gép. Vagy nem tudom, mivel teszik ezt el, gondolom, géppel. Úgy leszettük, és most kihúzunk belőle a dugajt. Megindult. Oh, mekkora füst jött ki belőle. Na, ezt nézzétek, ez azért pazar, és még mindig jön, és még mindig jön. És akkor töltsük ki a sört. Még mindig jön a füst. Nagyon szép színe van. Ilyen aranyszínű. Kluty, ez gyönyörűen megy. Ú, de jó szénsavas a pezsgő alap miatt. Valószínűsítem. Nagyon szénsavas ugye a pezsgő alap miatt. Egy jó másfél újnyi kisméretű hab, ami úgy néz ki, hogy tartós, mert szépen tudja táplálni a szénsav. Nagyon szép aranyszínű a sör. Nagyon szép színe van. És lehet hallani, hogy rendesen, hogy pezseg, mint egy igazi pezsgő, illatra pedig. Pezsgős illatok dominálnak, egyértelműen. Kólomalátát nem nagyon érezni. Érezni a háttérben ilyen kis dohányos, füstös illatot, plusz mellette ezt a... Így van, ezt a kellemes, édes vadmézet. Ezen kívül egy minimális malátát érzek, nagyon komplex, nagyon durva, mind illatra, mind megjelenésre a sör. Még soha nem láttam ezelőtt ilyet. Kóstoljuk meg, egészségetekre. Nagyon komoly, komolyan mondom. Ízre a sör és a pezsgőnek a keveréke. Nagyon finom, zamatos, itatja magát, és mikor lemegy a korty, akkor ez a jelezetes pezsgős, kellemes íz marad meg az ember szájában, mint egy minőségi pezsgőnél. A hab az elillant. Így van. Egy minimális, ilyen kellemes, mézes íze van, elég harsánya, mind az illat, mind az íz kombináció. Nagyon kivételes sör, ez egyértelmű, nem csak az összetevők miatt, hanem a maga a komplexitás miatt is, mert az, hogy egy sört vegyíteni a pezsgővel, azért az nem mindennapi, és ez nagyon jól sikerült. Nem tudom, másnak van-e ilyen sör a piacon, Magyarországon 100%, hogy nincs, hogy Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában van-e, azt nem tudom, de ez egy igazi vérbeli különlegesség, mint ahogy a ideigi manyó sörteszteknél mindig van valami különleges, ami furva, valami csavar, és
az adja meg az igazi pikantériáját, zamatját, nívóságát, ezt a kiváló minőséget, amit ideig megszoktam a Monyótól. Gratulálok, fiúk, ismét nagyon belenyúltatok, és ismét egy igazi teri találat ez a sör. Le a kalappal előttetek, egészségetekre. Nagyon jó, nagyon finom az illata. Kellemes. Ugye 12-14-16 fokon kell lesz fogyasztani, körülbelül annyira is van most így, annyira melegedett vissza, hogy kell. Nézzetek meg, nagyon szépen szénsavas, gyönyörű szép a színe is, illatja is pazar, akárcsak a íze, úgyhogy még muszáj lesz rátölteni, hát ezt nem lehet hagyni, hogy esetleg valami baj legyen ennek a fantasztikus sörnek. Természetesen nem fogom addig hagyni a kamerát föl, amíg megiszom ezt a 7,5 decit, de tuti biztos, hogy beverem, mint a szöget ezt még a forgatás után. Most megértem, miért került ez a sör pezsgős üvegbe, ilyen nívós körülmények közé. Ami van rajta egy kis történet, el fogom olvasni kivételesen, már csak azért is, mert ez vízszintesen van, és most úgy nem akarom tartani a sört, meg nem is akartam, úgyhogy engedelmetekkel leteszem a poharat egy pillanat, azért még iszok előtte. Fú, nagyon komoly, gyors olvasás. Monyó Sörfőző Társaság bemutatja első történelmi sörét, amely az ókori Egyiptomba kalauzol vissza. A receptet egy több ezer éves kerámia edény lelet ihlette, amiben a régészek egy ókori egyiptomi sör maradványait fedezték fel. Ezt tovább gondolva újra élesztettük az archikus sört olyan exkluzív alapanyagok felhasználással, mint a vaddohány méz, sáfrány, aranymazsola és szőlőlé. Nevét Anubiszról a balzsamozás és a halottak istenéről kapta, aki az egyiptomi hitvilág szerint a holtakat a túlvilágba kísérte. Tök jó ez a történet, hogy itt megosztották velünk, köszönjük szépen. És tényleg egy igazi nívós, exkluzív sörre van dolgunk. Még ezt mutatom, milyen pazar a megjelenés. Ez biztos megy a többi monyós, gyönyörű szép üveg közé egyértelműen, ennek kiemelt helye lesz, mert ez mese szépen sikerült minden tekintetben vissza a sörhöz. Azt mondom, hogy aki teheti és szeretne kipróbálni ezt az igazi különlegességet, ne habozzon, szerezzen be belőle karácsonyra, és a karácsonyi ebédhez szervírozza egy jó kis pulykához vagy kacsához. Biztos, hogy igazán exkluzív lesz maga a sör is, vagy maga a tálalás. Ez pazarul és gyönyörűen mutat egy ünnepi asztalon ez a sör, mind megjelenésben, mind illatban, ízben, mindenben is, mint egy igazi teli találat a Monyó Sörfőzdétől. Köszönjük szépen! Ez volt tehát a mai műsor. A Monyó Sörfőzdétől a Anubis nevezetű söre. És ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell. Szevasztok, legközelebb újra jövök.